Sziasztok! Zsolt vagyok a Zsolt Tech & Detailből csatornáról. Mai videómban csak egy rövid ismertetőt fogok tartani egy pár Nanolex és Dirac Company termékről. Az elkövetkező napokban és hetekben részletes videókat fogok feltölteni, úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és nyomjátok meg a kis csengettyű gombot, valamint lájkoljátok a csatornát. Ez egy nem fizetett reklám lesz a termékekről, viszont el kell, hogy mondjam, hogy a termékeket térítésmentesen biztosította a carclean.hu-tól Marci és Ákos. Mind a ketten nagyon jó fejek, segítőkészek, úgyhogy csak ajánlani tudom a carclean.hu-t számotokra, amennyiben hasonló termékeket szeretnétek vásárolni. A srácok fóliázással is foglalkoznak, úgyhogy ezt a szolgáltatást is tudom a figyelmetekbe ajánlani. Amiket pedig be fogok mutatni, azok a következő termékek lesznek. A Nanolexnek egy nagy méretű szárító kendője. Ez egy 60x90 cm-es kendő, ami 70% poliészter és 30% poliamidból van, 800 g per négyzetméter az anyag sűrűsége, ami elég jó, tehát ez egy nagy méretű szárító kendő. Sokan érdeklődtetek ezek iránt, úgyhogy ez lesz az egyik. Következő a kendők közül a Dirac Company-tól egy mikroszálas mosókesztyű, valamint mikroszálas kendők. Minden terméknek a linkje természetesen bent lesz a videóba alul. Aztán lesz egy bogár eltávolítószer, amit majd be fogok mutatni. Egy szállórosda eltávolító és felnitisztító egyben. Egy belső tisztítószer, aminek rendkívül jó illata van. Egy szageltávolító, szagsemlegesítő, a Nanolex Odex névre hallgató. Valamint egy Nanolex X, vagy IX, ez egy zsírtalanító, zsíreltávolító. Ki fogjuk próbálni a Pure Shampoo nevezetű sampont, ami egy eléggé erős koncentrátum, 1 a 200-tól 1 az 500 arányig lehet hígítani. A szárítási segédnek kipróbáljuk majd a Final Finish névre hallgató terméket. Valamint a Trim Rejuvenator névre hallgató műanyag helyreállító. Ez kifejezetten azokra a műanyagokra van, amik például az ablakok körül vannak, és kiszívta ugye a nap már elég rendesen. Valamint az utolsó, amit majd kipróbálunk, az a Hybrid Wax névre hallgató kemény wax. Ezt meg is mutatom. Tehát ő ilyen. Ez ugye nem csak karnuba, hanem mindenféle egyéb szintetikus anyagok is vannak benne, hogy jobban lehessen applikálni a terméket. Minden terméknek a linkjét be fogom linkelni ebben a videóba, valamint majd a külön-külön termék bemutató videókban is meg lesz a link. És akkor, hogy nem maradjatok le a termék bemutatókról, iratkozzatok fel és nyomjatok a kis csengő gombot. Sziasztok!